zajlik a munka a sátoraljó újhelyi polgármesteri hivatalban. Az osztályvezetők már megkapták a tájékoztatást arról, hogy hogyan működnek majd tovább egységes részlegek január 1-től. Mert hogy helyileg egyenlőre maradnak, csak a járási hivatalhoz tartoznak majd. A várostól a járáshoz kerül az okmányiroda, a gyámhatóság, a korábbi jegyzői gyámhatósági feladatok, a népességnyilvántartó és az anyakönyvi hivatal is. A szabálysértési ügyeket már ez év április 15-től a kormányhivatalok intézik. A kirívóan súlyos közösségellenes magatartást tanúsítókkal szemben azonban a város továbbra is eljárhat. A feladatokkal a járási hivatalok átveszik az ügyintézőket is, de csak akkor, ha rendelkeznek a megfelelő képesítéssel. Sátoraljó új helyen ez nem okoz gondot, senki nem veszti el emiatt a munkáját. Eddig is csak olyan embert foglalkoztattunk, akinek megvan a képesítési előírásai, tehát zökkenőmentesen fog menni ebből a szempontból a hivatalnak a kialakítása. Persze a jegyzőknél is elegendő feladat marad, sőt újakat is kapnak. Továbbra is hozzájuk tartozik majd a kereskedelmi és ipari feladatok ellátása. Az arra kijelölt településeken az építés hatósági ügyeket is ők kezelik, sőt ide kerülnek a műemlékvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások is, ami jelentős többletmunkával jár majd az eddigiekhez képest. A műemlékvédelmi felügyelőség szakhatóságként működik majd tovább. Az ügyfelek számára szinte észrevehetetlen marad a változás. A kis településeken élőknek sem jelent majd többlet utána járást az ügyintézés az új közigazgatási rendszerben. Mégsem kell majd bejárnia az ügyfeleknek, mert minden egyes közös hivatalnál lesznek úgynevezett ügygondnokok, ügysegédek, akik elveszik a kérelmeket, netalán meghallgatják az ügyfelet, és továbbítják ezeket a dokumentációkat a járási hivatalnak. Hogy hol is lesz a járási hivatal Sátoraljó új helyen, arról még nincs döntés. A személyi kérdésekről, valamint az ingatlanokat, ingóságokat érintő ingyenes használatba adásról október végéig kell megállapodnia a járási hivatalnak és a városnak.